Forgasd el az óra mutatóit, és a kép megmutatja, hogy ilyenkor mit szoktunk csinálni. 6 óra, 15 perc. 6 óra, 30 perc. 6 óra, 45 perc. 7 óra. 7 óra, 15 perc. 8 óra, 15 perc. 9 óra, 15 perc. Jelöld meg azt a két képet, amelyek összeillenek. Egy óra nagyon hosszú idő, ezért percekre osztjuk. Egy perc alatt felöltözhetsz, vagy megfésülheted a hajad. Klikkelj a számra a kiskörben, és figyeld meg, hogyan változik az idő. 3 óra. 10. 3 óra. 24 órából áll. Az óraszámlapján viszont csak 12 szám található, ezért az óramutatónak kétszer kell körbefordulnia egy nap alatt. 2 óra. 3 óra. 5, 6, 8, 9, 10 óra. 11 óra. Melyik óra mutatja a következő időt? 20 óra. 14 óra. 6 óra. Állítsd be a digitális órát úgy, hogy pontosan annyit mutasson, mint fölötte az óra. Állítsd be az órát. 1 óra.